Megtörtént a műszaki átadás, 150 millióból újul meg a bölcsöde. 20 napi rendi pont, testületi ülés pénteken. Egy győzelem, egy döntetlen, eredményes kézilabda hétvége. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Nézzük is a legfontosabbakat. Rövidesen lezárul a bölcsöde felújítása. Megtörtént a Zöldfa utcai épület műszaki átadása. Már csak az udvar burkolatának rekonstrukciója van hátra. Az orosházi bölcsöde több mint 150 millió forintból újul meg. Emelkedett a lopások száma, de kevesebb betörés történt. Ez is kiderült a rendőrkapitány tavalyi évet vázoló beszámolójából. Orosháza közbiztonsága a pénteki soros testületi ülés egyik kiemelt témája lesz. A rendőrségi statisztika mellett napirenden lesz a gyermekjólét és a városüzemeltetés is. A történelmi egyházak elszámolnak a várostól kapott támogatással, a Lehel utcai óvoda csak nem 25 milliós pályázatával kapcsolatban kiderült, a városnak nem 10, hanem 20% önerőt kell vállalnia. A felújítás költségeiből így a városra eső rész csak nem 5 millió forint lenne. 20 napi rendi pontot tárgyal a testület május 17-én. A 9 órakor kezdődő tanácskozást élőben követhetik a Városi Televízióban és az Orosz Cafén. Kedden délután a felüljáró mellett csatornaépítési munkálatok közben elvágtak egy gázvezetéket. A helyreállítás idejére a környéket lezárták, a helyszínen forgattunk. Kimenekítésre is szükség volt, de gyorsan elhárították a veszélyt, a gázszolgáltatás sem kellett nélkülöznie a környéken élőknek. Az orosházi tűzoltók mellett a megyei katasztrófavédelem mobil laborja vonult a helyszínre, a mentés idejére a felüljárót lezárták a forgalom elől. A műszaki mentés idejére 4 főt ideiglenesen a szomszédoknál elhelyeztünk, Békés megyei igazgatóságra érkezett a Kámel jármű, koncentráció mérést hajtott végre, gázkoncentrációt nem mértek. A katasztrófa védelmi mobil labor ezúttal már Békés Csabáról érkezett. Áprilisban még a debreceni speciális egységet kellett riasztani Rákóczi telepre, májustól azonban már Békés megye is rendelkezik a veszélyes és ismeretlen anyagok kezelésére szolgáló laborral. A gázkoncentráció ellenőrzését követően a gázszolgáltató munkatársai elhárították a hibát. 16 óra után újra engedték a forgalmat a felüljárón, majd valamivel később az Iglói utcán is. A gázszolgáltatást helyreállították a dégázosok, a vészhelyzet elmúltával pedig visszatérhettek házaikba a környéken élők. Egészségnapot szervezett szombaton az Árpád kertben a Magyar Rákellenes Liga orosházi alapszervezete. Előadások, bemutatók, szűrések, vetélkedők, koncertek várták az érdeklődőket. A rendezvény vendége Pártos Csilla előadó művész volt. A tavaly alakult szervezet legfontosabb célja, hogy szakmailag és lelkileg is segítsenek a rákbetegségben szenvedőknek, valamint felhívják az egészséges emberek figyelmét arra, mennyire fontos a prevenció, a szűrővizsgálatokon való megjelenés a betegségek megelőzésében. Szombati, oszlassuk el a tévhiteket a rákról címmel tartott egészségnapjuk fő mondani valója is ez volt. 21 tagunk van jelenleg, és... Hát egy része beteg, sajnos benne van a betegségben, van olyan tagunk, aki már kigyógyult, illetve egészségesek is vannak köztünk. Kezdeményezésünk célja az, hogy igenis fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy az emberek részt vegyenek a szűréseken, fontos a véradás, illetve nagyon fontos az, hogy mozogjanak és egészségesen táplálkozzanak. Dr. Dancsó József polgármester megnyitó beszédében szólt arról, hogy minden kornak megvoltak a maga betegségei, amelyek veszélyt jelentettek az emberiségre. Napjainkban a cukor és rákbetegségek keserítik meg több ezer ember család életét. Ezért fontos az, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy a szűrővizsgálatokkal, rendszeres testmozgással, az egészséges életmóddal milyen sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen. Pártos Csilla előadó művész volt a rendezvény vendége, aki ha nem is a rákkal, de egy nagyon komoly betegséggel küzd immár 5. éve. Véleménye szerint, ha egészségről beszélünk, nem lehet a testet különválasztani a lélektől és a szellemtől. Hiszen hiába egészséges az embernek a teste, hiába végez minden nap olyan jellegű mozgást, ami az egészséget támogatja, és hiába fogyaszt kellő egészséggel bíró táplálékokat, hogyha a lelke ebben a bizonyos egészséges testben nem teljes.
ma már holisztikusan kell ezeket kezelni, és azt hiszem, hogy az itt élő emberek egyre nyitottabbak erre. Ez a mai műsor és ez a mai kezdeményezés is erre mutat rá, hogy sokkal könnyebb a betegségeket megelőzni, mint tüzet oltani utólag. Hiszen, hogyha a mindennapokban erre odafigyelünk, és megismerjük a problémákat, nem megijedünk tőle, hanem erre felkészülve ezeket már előle kezeljük, akkor sokkal könnyebb megbirkózni a nehézségekkel. És ha már kialakult a betegség, a probléma, akkor a szakemberek, a barátok, a család, a hitünk segítségével ezeket sokkal könnyebb orvosolni. A nap folyamán természetesen az egészség jegyében előadások, szűrések, véradás, bemutatók, vetélkedők, versenyek várták a résztvevőket. A rendezvény este koncertekkel zárult. Soros taggyűlését tartotta a Darech önkormányzati társulás orosházán. A jelenlévők többek között tagfelvételről döntöttek, és megismerték a majdani üzemeltetésre vonatkozó koncepciót. A Darech a Békés és az érintett Csongrád megyei településeken közösen alakítja ki a hulladékgazdálkodást. Új tagja van a Darech önkormányzati társulásnak. Mezőberény belépéséről döntöttek a május 7-én Orosházán tartott taggyűlésen. Az ülésen a települések polgármesterei a közös hulladékgazdálkodás üzemeltetési koncepciójáról hallhattak tájékoztatót. Mint ismert, 2014 év végén zárul az az uniós pályázat, amely révén a Békés megyei és az érintett Csongrád megyei településeken mintegy 400 ezer embert érintően létrehozzák a közös hulladékgazdálkodási rendszert. Csizmadia Ibolya elnök szerint az új tag belépésével növelhető a hatékonyság és gazdaságos működtetés, a leendő díjak tekintetében viszont még nincsenek végleges számítások. A Darech önkormányzati társulás vagy alapít, ez még nincsen pontosan eldöntve, vagy alapít egy új társaságot, vagy pedig egy meglévőt fog úgymond átvenni, és Darech, nevezzük non-profit KFT-ként, fogja üzemeltetni. Ez természetesen 100%-os önkormányzati tulajdonban levő vállalkozás lesz, melynek az alvállalkozói lesznek a jelenlegi szolgáltatók. Tehát ezáltal úgymond nem változik a rendszer, sehol sem melyik településen, sem mindenhol meg lesz oldva a hulladékszállítás és hulladékgazdálkodás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb megoldás, ami bekövetkezhet, illetve a Darech önkormányzati társulás ezeket az eszközöket, mind a kukásautót, mind pedig az összes többi eszközt, amit ugye az uniós forrásból elnyer, ezeknek a cégeknek tovább tudja adni bérleti díj fejében, melyből bevétele fog származni a társulásnak, illetve ennek a cégnek, amely, mivel már az előbb is, ahogy mondtam, 100%-os önkormányzati tulajdonú, jól fognak járni az önkormányzatok, mivel hogy ez a bevétel ez az önkormányzatokhoz fog menni. Kemény második félidei küzdelemben döntetlent ért el az orosházi FKS Linamár az NB1-es férfi kézilabda bajnokság szombat esti mérkőzésén. A rájátszás keretében a Balatonfüred érkezett az ötvös csarnokba, 26-26 lett a végeredmény, a csapat a hétvégén Vácra látogat. Füzesi mester a csapatát 3+2+1-es nyitott védekezéssel küldte a pályára, de az elején ez nem mindig bizonyult hatékonynak, mert a füredi gyors emberek tudtak olyan helyzeteket teremteni, ahol volt egy szabad ember, aki kaphatta a labdát. Füredi oldalon rendkívül magas 6-os fallal találták szembe magukat támadóink, középen Sandr kemény és kis alkotott szinte átlőhetetlen falat. A 20. percben már 5 gól volt a füredi javára, 5-10-et mutatott az eredményjelző. Az orosházi csapat azonban nem adta fel, és elkezdett zárkózni. Az elején egy kicsit elkezdtünk bénáskodni a támadójátékba, de akkor is megvoltak a helyzeteink, és aztán amikor ugye a védelem is kezdett ugye egyenesbe állni, akkor elkezdtünk gyorsan játszani, és az mindenképpen a számunkra a legelőnyösebb volt, és ez meghozta már az első fél idő végén az eredményt. A gyorsabb összetételű hazai gárda eredményesebben vette fel a fürediekkel a harcot olyannyira, hogy a fél idő végére -2-re is fel tudtunk jönni. A második félidőben egy rendkívül harcos, mindenre elszánt orosházi csapat jött ki a pályára. Ledolgoztuk a szünetbeni 2 gólos hátrányt, majd Knezsevics találatával a mérkőzésen először vezetett az orosházi csapat. Úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy most nekik megyünk teljes erőből, mert vesztenivalónk nincsen. Elkapták a fonalat a fiúk, de ébredt a füred is, és góra gólidőszak következett. A második félidő közepén inkább a küzdelem, mint a színvonalas játék jellemezte a mérkőzést.
A 47. perctől bármit csináltunk védekezésben, kiállítás és hetes volt a vége. Kettős, sőt hármas ember hátrányban is volt az orosházi csapat. A játékvezetőktől kapott lehetőséget rendkívül rutinosan kihasználta a Füred, és ellépett 4 góllal. Ekkor sem adták fel azonban az orosházi srácok. Második fél időben az orosház egyrészt feljavult, mi meg olyan butaságokat csináltuk, hogy gyakorlatilag kezükbe adtuk azt, hogy ilyen nyílt legyen a vége. 4 perc volt hátra a meccsből, amikor ismét feljöttünk -1-re, majd csak úgy, mint a fél idő elején újra sikerült egyenlítenünk. Az utolsó perc végén átvették a vezetést is, mindössze 10 másodperce volt a Fürednek az egyenlítésre. Az, hogy végül döntetlennel zárult a mérkőzés, végtelen bal szerencse a számunkra. Sandrk lövése a 2-sáncról pattant az orosházi kapuba. Egy fatális bal szerencse sorozat utolsó állomásához érkeztünk, remélem ezzel, hogy a 2-sáncról a labda becsorgott a állóba. Ha az egészét nézem a történetnek, akkor nyertünk 1 pontot, hiszen az alsóházi rájátszás legerősebb csapatától csentünk el 1 pontot, ami még egyetlen riválisunknak is sikerült, és remélem, hogy következőben se fog sikerülni. Orosházi FKS-e, Balatonfüredi KS-e, 26-26. Folytatódik a hosszú élet titkairól szóló előadás sorozat a Petőfi Művelődési Központban. Május 16-án egy neves amerikai szakember előadását hallgathatják meg az érdeklődők a csontritkulásról. Kollégánk egy korábbi előadáson forgatott. A hosszú élet titkairól szóló egészségügyi előadás sorozat április elején kezdődött városunkban. A több előadót felvonultató program bevezető sorozatát dr. Helen Beck tartotta, aki egy olyan városban lakik, mely egyike azon 5 területnek, úgynevezett kék zónának, ahol a legtovább élnek az emberek a Földön. A mostani a 3. alkalom, hogy ellátogattam Magyarországra. Jelenleg egészségügyi előadásokat tartok a nagy közönség számára, a rákról, a szívbetegségekről, a cukorbetegségekről és a magas vérnyomásról. Mint hallhattuk, a Föld kék zónáiban élő emberek életmódja sok hasonlóságot mutat, ez alapján olyan alapelvek tárulnak elénk, melyek követésével mi magunk is egészségesebben és tovább élhetünk. There are many secrets to long life. A hosszú életnek több titka is van. Általánosságban elmondható, azon emberek példáját alapul véve, akik a legtovább élnek a Földön, mint például a japán Okinawa sziget lakói, vagy a kaliforniai Loma Linda város lakói, ahonnan én is jöttem, az egészség nem pusztán testi egészséget jelent, hanem egészségünk lelki, értelmi és fizikai egészségünk kombinációjából áll. Csak akkor mondhatjuk magunkról, hogy egészségesek vagyunk, ha 3 terület mindegyikében egészségesek vagyunk. Dr. Helen Beck orvosként olyan alapelvek szerint praktizál, melyek az ember betegségeit nem egymástól elkülönülten, hanem a szervezet egészében vizsgálják és kezelik. A legismertebb krónikus betegségek oka legtöbbször azonos eredetre vezethető vissza. A szervezet gyulladásos folyamatainak megelőzésével, kezelésével ezen betegségek jó eséllyel orvosolhatók. A nyugati társadalmakban tapasztalható jelenlegi krónikus betegségek, úgy mint rák, szívbetegség, cukorbetegség mindegyike gyulladásos betegség. Ezért, ha megértjük, hogy hogyan kell a gyulladást kezelnünk vagy megelőznünk, nagyon érdekes, akkor ezen betegségek valójában nem fognak problémát jelenteni. A rák, a szívbetegségek vagy a cukorbetegség megelőzésének, illetve kezelésének alapelvei megegyeznek. Nem kell különböző dolgokra koncentrálunk, elég az azonos alapelveket alkalmaznunk. You don't have to remember different things, you just remember the same uniform principles. A sorozat folytatásaként dr. Szemenyei Gabriella stresszről szóló előadását hallhatták az érdeklődők, május 16-án pedig az amerikai Yuchi Pines Életmódközpont korábbi igazgatójának, dr. Wynn Horstinak a csontritkulás kialakulásáról és kezeléséről szóló ingyenes előadására várnak mindenkit a Petőfi Művelődési Központba. Rajzfilm szereplők lehettek a gyerekek vasárnap délután. A Táncsics stúdiósok filmes kulisszákat mutattak meg a fiataloknak. Az Árpád kertben mesevetélkedőt rendeztek, a PMK színház termében pedig egész nap filmvetítés volt. Orosházán is megrendezték a rajzfilm ünnepet.
idén is megrendezte a rajzfilm ünnepet a Művelődési Központ. Május 12-én az Árpád kertben mesevetélkedővel várták a játszani vágyókat, amelyet a nagycsaládosok szerveztek. Az egyes állomásokon a gyerekeknek rajzfilmekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk. A Művelődési Ház színház termében egész nap színvonalas mesefilmeket vetítettek. A koncertteremben a Táncsics filmstúdiója egy komplett stúdiót rendezett be, kameradarúval, zöld háttérrel, vágópulttal és kivetítővel. Az összes itteni felvétel azt mutatta meg, hogy hogyan tud befolyásolni a kép, a hang, a trükk, azaz tudják mindig azt, hogy filmet néznek, azért az egy film, az egy történet, nem a valóság. Mert azért nem mindig jó az, hogyha azt hiszik, hogy amit a vásznon látnak, az a ő saját életében ugyanúgy megtörténhet. A Táncsi stúdiósok megmutatták a gyerekeknek, hogy készül a film, milyen szerepe van a hangnak és a fénynek. Filmes trükköket is mutattak a fiataloknak, az egyik ilyen a zöld hátteres játék volt. Ezzel a trükkel egy vásznon szerepelhettek a gyerekek Mici Mackóval, és belecsöppenhettek a mese világába. A rajzfilm ünnep legfőbb célja, hogy a fiatalok jó rajzfilmeket láthatnak, így talán később maguktól is tudnak majd válogatni az értékes és a kevésbé értékes rajzfilmek között. Papírforma győzelmet aratott az orosházi NKC. Megyei rangadót rendeztek vasárnap az NB1-B-s női kézilabda bajnokságban. Az orosházi lányokat Csorvás együttesét fogadták. 32-19 arányú győzelmet arattak a hazaiak. Az NB1-B-s tabella sereghajtóját fogadta az orosházi csapat, és a mérkőzés hűen tükrözte a két gárda a táblázaton elfoglalt helyét. A hazaiak, ahogyan mindenki várta, magukhoz ragadták a kezdeményezést, és ezzel együtt a vezetést is. Az, hogy már az elején nem tudtunk nagyobb különbségű vezetést kiépíteni, az a viszonylag sok technikai hibának tulajdonítható. Hogy a labdával volt baj, vagy akármivel, de hogy folyamatosan beragadt a kezükbe a lányoknak, ebből körülbelül 5 labdát veszítettünk, hogy lábra ejtették, illetve dadogott a kezükbe, ebből akadt elég nagy problémánk. Ebben az időszakban nagy emese tartott a meccsben a csorvási csapatot. A 23. percig ő volt az egyetlen góllövője a Csorvásnak. Harcosan és keményen küzdve játszott az ellenfél. A félidő végére a nyitott védekezést is megpróbálták, de a lényegesen nagyobb tudást és játékerőt képviselő hazaiak ellen ezzel sem mentek sokra. Megnyugtató 8 gólos előnnyel ment szünetre a hazai gárda. A második félidőben tovább nőtt a szakadék a két csapat között. Emberhátrányból is rendre betaláltunk. Ahogyan fáradt Barát Lajos kezdősora, úgy lett egyre nagyobb és magabiztosabb az orosházi vezetés. Még a félidő közepéig sem kellett várni, hogy a hazai publikum rászámolhasson a vendégcsapatra. A mérkőzés hátra levő része is jótékonyan nélkülözte az izgalmakat, tovább nőtt a hazai csapat előnye, még egy-egy támadásban elkövetett hiba is belefért. Összességében nyugodt papírforma győzelem született. Két csapatnak a tabellán elfoglalt helye, illetve a játékos állomány az nyilvánvalóan előrevetítette a végeredmény nagyságát is körülbelül. Igazából a második félidőben egy célja volt a lányoknak, hogy 19 gólon tartani az ellenfelt, úgy a holnapi edzés nem lesz megtartva. Ezt nagy nehezen is, de sikerült elérniük. Orosházi NKC Csorvási SK 32-19. Az évek óta hagyományos cigánybálon együtt mulatott roma és nem roma. A május 10-én tartott rendezvényen mintegy 200-an vettek részt, a mulatság reggelig tartott. Hagyomány, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat minden év májusában cigánybált tart. A hagyományápolás mellett a cél ezúttal az volt, hogy alkalmat teremtsenek arra és megmutassák, a magyarok és romák békességben megférnek egymás mellett, minden előítélet nélkül tudnak közösen szórakozni, kikapcsolódni. A május 10-i rendezvényre a helyi romák és nem romák mellett érkeztek résztvevők többek között Szegedről, Szarvasról, Békés Csabáról, de épp hazánkban tartózkodó, ám Németországban élő kis csapat is megtisztelte jelenlétével a cigánybált. A Pacsirta utca 8 szám alatt mintegy 200-an mulattak együtt ezen az estén, és nem számított ki roma és ki nem az. A rendezvény hastánc bemutatóval kezdődött, majd grófó és kisgrófó gondoskodott a hangulatról. A jókedélyű mulatság reggelig tartott. Május 10-e és 12-e között Orosház a Gyopáros fürdő adott otthont az Alföld Kupa nemzetközi hajómodell versenynek. A hétvégi megmérettetésre a hazaiak mellett 5 országból érkeztek résztvevők. A versenyben egyéni és csapat teljesítményt is értékeltek. Elstartol az egyik szombati előfutam az Alföld Kupán.
az Orosházi Városi Modellező és Sportklub szervezésében 30. alkalommal rendezték meg a hétvégén a nemzetközi hajómodellversenyt Gyopárosfürdőn. 35-en indultak a megmérettetésen. 30. alkalommal csináljuk az Alföld Kupa nemzetközi hajómodellversenyt. Ez egy nagy szám kimondani, és 3 évtized. Hát a mostani versenyre körülbelül 35-en neveztek, 5 országból vannak, Ausztria, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, közepes mezőny van. Ennél többre számoltunk, de máshogy is rendeznek most versenyt Szlovákiában, és ez érint minket is, hogy nincs olyan sok versenyző. 2 futam van mindegyikből, tehát nem panaszkodunk azért, és akkor ma lemegy mindenből a 2 futam, hónap a döntők futamok lesznek, és aztán majd meglátjuk. Az idő megtréfált bennünket, tehát ez annyira kellemetlen szeles a víz, hogy lenyom is fölborult egy pillanat alatt, fél időben, hát nem szokott ilyet csinálni. A versenyben egyéni és csapat teljesítményt értékeltek, eredményeket internetes hírportálunkon az Oroskafén találnak. Az Egyesület elnökétől megtudtuk, az Orosházi Klub további programokat szervez. 2 hét múlva repülőstábort tartanak a reptéren, augusztus 22-én Gyopár Kupa néven rendeznek nemzetközi hajómodellversenyt, ősszel pedig a már hagyományos modellrepülőnapra kerül sor. A keddi híradó legfontosabb híreit nézzük még egyszer, röviden. Megtörtént a műszaki átadás, 150 millióból újul meg a bölcsöde. 20 napi rendi pont, testületi ülés pénteken. 1 győzelem, 1 döntetlen, eredményes kézilabda hétvége. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Maradjanak velünk a folytatásban is kommentár nélkül. További jó tévézést kívánunk, viszontlátásra!